Sziasztok, Bence vagyok, és ez pedig a Techy Skyblog. Nézzük, mi van a ládában. Ezek teljesen alap cuccok a Skyblockhoz. Először is kezdjük azzal, hogy kibővítem ezt a részt. Egyelőre csak földdel, később majd kővel vagy valami szebb cuccal. Jó lenne, ha legalább egy facsemetét dobna ez a fa, bár az olyan gáz, hogyha egyet se dob, hiszen tudok csinálni újakat. Úgy látszik, nem fog dobni egyet sem. Jó. Csinálok egy tartalékjeget, mert később még jól jöhet. Végre dobott egy csemetét. Kibővíteni egy kicsit ezt a részt, mert itt könnyebb lesz majd építkezni. Legalább egyet hagyok mindenből, hogy legyen tartalék. Kb. Így fog kinézni a kőgenerátor, ez egy teljesen alap, de egyelőre megfelel, később majd úgy is csinálok egy automatát.
csinálok egy facsárkányt és egy fakarrot, csak hogy a alapvető védelmem meglegyen. Elkezdem a föld kicserélését kőre, hisz a föld később kelleni fog. Most, hogy van elég kő, tudok építeni egy kemencét és egy jobb csákányt is. A következő cél az az lesz, hogy eljussak valamelyik másik szigetre, de előtte még kicseréljek néhány földblokkot. Fekem az sajnos nincs, de amíg a faszén kész, addig csinálok helyet az új fának. Thank you.
kicseréltem az összes földkőre, és egy kicsit meghosszabbítottam a hidat is. Ezt a két blokkot most földdel pótolom, később majd ki fogom cserélni kőre. Ezen a szigeten vannak a techitest cuccok, például réz, meg ilyenek. Jó lenne, hogyha dobna ez a fa is egy facsemetét. Ez ezüst, réz, ez pedig ón. Ez nem túl sok kezdésnek, de bőven elég. Már csak egy kis rész kell, ahol ki tudom szedni a gumit a fából. Hál' Istennek három facsemetét is dobott ez a fa, így nem lesz gond vele később.
következő részben megpróbálok eljutni arra a szigetre, hát ott van valami érdekesebb.